A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A nagy sikerű térélmény ilyen a Magyar című szabadtéri évadnyitó koncert után társulatülést tartott az Albaregia Szimfonikus Zenekar is, ahol Cserpakovics András polgármester is ott volt természetesen, és a szimfonikus zenekar művészeit pedig Ruf Tamás igazgató, Dobszai Péter művészeti vezető és Dobri Dániel kortárs művészeti vezető tájékoztatta. Erről fogunk beszélgetni, hogy mi minden vár ránk ebben az esztendőben decemberig, vendégem pedig természetesen Dobszai Péter művészeti vezető. Tisztelettel köszöntelek. Köszönöm, hogy itt látok. Nos, előjáróban azért essék szó, hiszen a Vörösmarty Színház kapcsán már beszámoltunk arról, hogy azt az évadnyitót is megtisztelte jelenlétével Cserpakovics András polgármester úr, és hát ott bejelentés történt, hogy ha nem lesz változás, akkor nyilvánvaló, hogy az megnövekedett költségek a gazdasági helyzet miatt januárban, illetve februárban bezár a színház. Természetesen az előadásokat pótolni fogják, hogy a színház bérletesek ne szenvedjenek kárt. Bizonyos értelemben ez a nehéz gazdasági helyzet nyilván rányomja a bélyegét az Albaregia Szimfonikus Zenekar munkájára is. Ez abszolút így van. Igyekezünk a lehetőleg rugalmasabban hozzáállni a helyzethez. Annyit már mindenképpen a biztonságra gondolva és a tervezhetőségre gondolva tettünk meg, hogy a bérletes előadásainkat mi is ezen az említett két hónapon kívüli időszakra terveztük. Így ahogyan a hidegebb hónapokba megyünk majd bele egyre inkább, és látjuk a friss híreket, az áraknak az alakulását, akkor a januárt, februárt még mindig meg tudjuk tölteni alkalmi jellegű koncertekkel, sorozatba kevésbé illeszkedő koncertekkel, vagy jobban variálható sorozatoknak a koncertjeivel, mint a három legfontosabb bérletünk. De feltett szándékunk mi nekünk is az, hogy a Farkas Ferenc hangversenysorozatnak, a Somorjai hangversenysorozatnak, az ünnepi hangversenyeknek és az ifjúsági koncerteknek a sora is hasonlóképpen az elmúlt évekhez megmaradhasson. Történjék így nyilvánvaló, hogy nincs hatásunk erre, hiszen a gazdasági helyzet, illetve a háborús helyzet, ha úgy tetszik, fokozódik. Hallottuk ezt már mi az 50-es évek filmjéből is, mint tudjuk. No, hát az óriási zenei élmény volt valóban a mindkét koncert, hiszen már a Vörösmarty Színházban is, és arról már megcsináltuk a beszámolót is, hiszen ez a Mozart-est, ez mindent vitt abban az értelemben, hogy sikerült meggyőzni Löwenberg Dánielt is, és én azt hiszem, hogy Mozart pedig önmagában mindent visz. Úgyhogy ez egy csoda volt. Viszont ugye túl vagyunk szintén a Kérdezd a karmestert Haydn jegyében, hiszen ez 12-én volt, és ez egy új sorozat. Hogy sikerült életre hívni? Hiszen ez egy fontos, hogy interaktív módon a klasszikus zenebarátok is bele-bele kérdezhessenek, és illetve elmélyülhessenek a zenén túl is. Az első alkalomnak az első bevezetőjében megosztottam a közönséggel azt a személyes élményemet, ami szinte minden alkalommal bekövetkezik, amikor esküvőn veszek részt. Az embert leültetik nagy körasztalokhoz, vagy sorban, de mindenképpen 8-10-12 ember ül egy asztalnál, az emberek bemutatkoznak egymásnak, elmondják, hogy ki mivel foglalkozik, és amikor ki szokott derülni az, hogy karmester vagyok, akkor nagyon nagy mennyiségű kérdés érkezik a vezénylésnek a mikéntjére vonatkozóan, a zenekar életére vonatkozóan, és nagyon szerettem volna kibővíteni ezeket a beszélgetéseket, és tudom azt, hogy a kollégáimban is van, zenekari muzsikus kollégáimban közlékenység erre a fajta kérdéskörre vonatkozóan. És hát igyekszünk ezt mindig egy olyan zenei stílushoz párosítani, ennek a beszélgetésnek a lehetőségét, ami önmagában is izgalmas a közönségünknek. Igen, és ráadásul a Székházban van, én azt hiszem, hogy ez teli találat, bensőséges hangulat, és tehát lehet beszélgetni.
nagyon-nagyon jó. Viszont szeptember 17-e szombat, az már kicsit más lesz, zene, szó, fény és erő, kamaramuzsika részfüggős kvintetre. Ez az Egyházmegyei Múzeum udvarába. Én nagyon jó ötletnek tartom, Smolyi Andrásnak el is mondtam, az Egyházmegyei Múzeum igazgatójának, hogy azt a teret is megtölti klasszikus zenével, mert egészen különleges dallamok csendülnek ott fel az eddigiek során, és ez most is így lesz, ráadásul részfúvósokkal. Részfúvós hangszerekből már akár egy is nagyon markáns hatást tud tenni, de ezúttal egy kvintet lép föl nagyon változatos műsorral. A mi zenekarunknak is, mint minden igényes zenekarnak, elengedhetetlen működési eleme az, hogy kamaraformációkban is dolgozzanak a zenészeink, kisebb együttesekben is megismerjék egymásnak az érzékenységét, egymásnak az adottságait. Úgyhogy a sorozatnak ez a záró alkalma egy vonós négyes koncertet, egy fafúvósokra összeállított koncertet és egy kortárs zenei koncertet követ és zár le negyedik alkalomként. Úgyhogy nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen széles spektrumban tudtuk megmutatni a kollégáinknak az adottságait. Igen, ez nagyon-nagyon fontos, annál is inkább, hiszen számtalanszor elmondjuk, és közhelyszerűnek tűnik, de hát Székesfehérvár a kultúra városa is, és azzal, hogy megerősödött, és immár otthon van a színház mellett, a Balettszínház és az Alba Régia Szimfonikus Zenekar mindenek felett, én azt mondom, hogy ez egy remek út. Mint ahogy az is, hogy a Somorjai Ferenc bérlet sorozat az folytatódik természetesen, Szent István terem, ez az egyik állandó otthonotok, én azt hiszem, hogy azt már belaktátok, és a régi zenék új köntösben pedig különlegességeket tartogat. Nagyon szeretjük a Szent István termet, az egész légkör, és ezen túlmenően maga az akusztika is borzasztóan előnyös. Nagyon szeretünk vonós karral játszani is ott, a teljes zenekaros megszólalások mellett. A Somorjai bérletet ezúttal megosztva fogjuk a Szent István teremben és a székházunkban tartani, de az első alkalom valóban a Szent István teremnek a falai között zajlik majd. Karmester csere történt, Pál Tamás a korábbi egyeztetésekkel ellentétben végül is sajnos nem tudta vállalni a koncertet, de Horváth Gábor, aki szintén járt már az Alba Régia Szimfonikus Zenekarnál, beugrik a helyére, és hát egy nagyon-nagyon kifinomult műsor ígérkezik oda is, úgyhogy én biztos, hogy ott leszek a hallgatóság soraiban. Igen, hiszen Pap Tímán hárfa művész lesz a vendég, és valljuk meg, hogy bármennyire is klasszikus zenerajongó valaki, a hárfa darabok azért a repertoárból nagyon csak hiányoznak. Pedig ez annak ellenére igaz, hogy egy csodálatos hangszer, ami, és különösen ebben a vonós zenekar hárfával, ebben az összeállításban nagyon, nagyon finoman tudja megszínezni, és a pengéssel valahogy úgy átölelni az egész vonós zenekari hangzást. Ralph Vaughan Williamsnek vannak még nagyszerű művei. Feltett szándékom egyszer ezekből egy kisebb csokrot eljátszani a Szent István teremben, de egyelőre ez még várat magára. Várjuk szeretettel szerintem. Október 10-e pedig Farkas Ferenc bérlet, és azt hiszem, hogy ugye, ha jól látom, igen, szintén a székházban lesz, Prokofjev Péter és a Farkas, egy klasszikus, és ráadásul egy új karmestert is megismerhet a fehérvári közönség. Így van, ez a Péter és a Farkas, ez egy olyan mű, amin valóban generációk nőttek föl, és nem tudjuk eljátszani, hogy nem tudom, hogy érthető, hogy mire gondolok, igen, ebben. Igen. Nem tudjuk túljátszani ezt a művet. A partitúra bérletünknek az első alkalma lesz ez, és azt látjuk, hogy nagyon nagy érdeklődés van rá. Minden korábbi partitúra sorozatos koncert ismétlés számot úgy tűnik, hogy túl fogunk lépni idén. Nagyon sokszor sokaknak tudjuk majd megmutatni ezt a nagyszerű művet, és Dénes Vorovszky Marcell fogja vezényelni, akit nagy örömmel látunk. Ő is egy olyan karmester, velem nagyjából egyidős, aki borzasztóan fontosnak tartja a közönséggel, és azon belül is az ifjúság közönségével való kommunikációt. Saját sorozata is van Budapesten erre vonatkozóan, kicsit más profillal, mint a mi most induló Kérdezd a karmestert sorozatunk, de hasonló célokkal, úgyhogy nagy öröm, hogy őt is vendégül láthatjuk. Igen, hát az új generációt megismerni, ugye veled kezdődött minden, ha úgy tetszik, azt hiszem, hogy öröm minden fehérvári zenerajongónak.
mint ahogy kérdezzük a karmestert, én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz ez most, hiszen Schubert jegyében invitáljátok meg az embereket, és hát Schubert az egyik, mondhatom, hogy az egyik olyan zeneszerző, aki nálad a mindenek feletti. Abszolút így van. Szinte érthetetlenül tehetséges ember volt. Tényleg mozarti adottságokkal mérhető. Csodálatos művei vannak, és az ötödik szimfónia egyébként ezen belül is talán nem véletlen, hogy most pont Wolfgang Amadeus Mozart ugrott be róla először eszembe. Az ötödik szimfóniában kimondottan is igyekszik egyfajta ommást állítani Mozart művészetének. B-dúrban íródott a szimfónia, viszonylag kicsi zenekari bezetszungra. Egy áttört hangzást ad, és valami olyan elképesztő frissesség van benne, ami azt gondolom, hogy egy október közepe utáni hétfő estén mindenkinek csak jót tehet az előtt álló hetekre nézve. Mint a következő hétfő is, október 24-énél tartunk, már Farkas Ferenc bérletsorozat második előadása, a romantikus est lesz. Kovács Gergely zongoraművész közreműködésével, azt hiszem, hogy itt is Muszorszki, Chopin, Frank, csoda. Ezt a francia-orosz-lengyel tengelyt, ami kulturálisan mindig is nagyon erős volt, ezt igyekeztük felfűzni erre a műre. Chopin, aki maga is Párizsban írta talán a legjelentősebb darabjait, és hát hosszan élt Párizsban. Azt gondolom, hogy egy szép ívű koncert lesz, és nagyon nagy öröm az, hogy César Franknak a híres D-moll szimfóniája elhangzik. Ő nekem azért is különösen érdekes, mert orgona szerző volt, és minden alkalommal, amikor ezt a D-moll szimfóniát hallgatom, akkor folyamatosan a hangszerelésben és az egész zenei formában azok az orgona művek csengenek vissza, amiket nagyon sokat játszottam zeneakadémista koromban, és maga a hangszerelés is minden esetben olyan tömbszerű, hogy az embernek egy manuálváltásra emlékeztet, ahogyan az orgonán följebb vagy lejjebb nyúl egy másik hangszínért. Borzasztóan izgalmas ugyanezt koncerttermi akusztikában meghallgatni. Mint ahogy méltóságot közvetít november 4-e esztendőről esztendőre, a kegyelet napján halottak napi hangverseny nem maradhat el, hagyományosan a bazilikában. Azt hiszem, hogy az csoda lesz visszatérni, hiszen megújult a bazilika, és mindenki rácsodálkozik, ámul-bámul, és ezt megtölteni tartalommal ezen a napon, azt hiszem, hogy ez egy óriási kihívás. De hadd mondjam el, hogy a közreműködők ebben az esztendőben is a sok-sok kamarakórus, az Ars Oratoria, a Vox Mirabilis, az Alba Regia vegyes kar, a Primavera kórus férfi kara, illetve az Ars Musica kórus férfi kara is. Pad Zoltán vezénye, viszont nagyon fontos, hogy mi más hangozhat el, mint a... Mozart Requiemmel készülünk idén. Úgy éreztük a kollégákkal egyeztetve, hogy elég idő eltelt ahhoz, hogy... újra friss szemmel tekinthessünk erre a megfellebbezhetetlen és nagyszerű műre. És nagyon vonz valóban a megújult bazilikának a milliója. Nagyon visszavágyom oda, annak ellenére, hogy ezt a koncertet nem én fogom vezényelni. Feltétlenül ott leszek ezen is mindenféleképpen. Nagy öröm, hogy Pad Zoltán vállalta a dirigálását ennek az estének. És hogyha az én érdemem lenne, akkor azt mondanám, hogy nagyon büszke vagyok az Alba Regia Szimfonikus Zenekar és a Székesfehérvár kórusainak az együttműködésére, de hát ez természetesen elsősorban a kórusok karnagyait dicséri, és a velük való együttműködésnek a harmonikusságát, azt hiszem, hogy nagyon jól tapasztalja. Így van, de azért a Szimfonikus Zenekar művészeti vezetése benne van, ahogy tetszik. Igyekszünk természetesen. Van. Mint ahogy abban is, hogy a Somorjai Ferenc bérlet sorozat folytatásaként a Szent István terem hagyományosan Fények és Árnyékok címmel már novembert írunk, ugye november 10-én, és ez egy csütörtöki nap, és újra Mozart. Itt megpróbáljuk egy picit más oldalról megközelíteni ezt az életművet. Fogunk játszani divertimentót, fogunk játszani koncertáriát, nagyszerű szopránszólistával, és ezen kívül a kicsit párjaként az évadnyitó alkalomnak, ahol a nagy G-moll szimfónia, 550-es jegyzékszámú szimfónia hangzott el, itt eljátsszuk a kis G-moll szimfóniát, ami egy nagyon izgalmas mű,
Veszprémben dirigáltam jó pár évvel ezelőtt legutóbb, illetve Budapesten is, és mindig tartogat az is újdonságokat, és hát már maga az, hogy Mozart G-moll hangnemhez nyúl, ugye ez egy nagyon ritka dolog, és tudni lehet, hogy még hogyha hatnak is rá például a Sturm und Drang, vagy az olyan korszellemhez fűződő hatások, amelyek inspirálhatják ezt a drámai hangnemválasztást, de őnála mindig tudjuk, hogy akkor tesz ilyet igazán őszintén, hogyha arra életrajzi okai is vannak. Érdeklődéssel várjuk. Mint ahogy a decembert is, mert a decemberben a partitúra sorozat Északzenéje, Zsíros Leventével a karmesteri pulpituson. Mit kell róla tudnunk? Zsíros Levente egy nagyszerű fiatal karmester, 20-as éveiben jár. Nemrégiben egyébként második díjat nyert Romániában egy karmesterversenyen. Dirigálta már a zenekart az előző évadban, és jó volt az együttműködés, úgyhogy nagy örömmel látjuk vendégül. Az esten pedig Sibelius és Grieg kerül első sorban előtérbe. Finn és norvég zenéket fognak játszani. Nagyon szeretem ezt a világot, nagyon izgalmas világ, és az Észak zenéjében tényleg van egy nehezen megfogalmazható, de nagyon pontosan beazonosítható sajátosság, ami összekapcsolja ennek a két szerzőnek a hangvételét. Az esztendő végén pedig nem maradhat el Szenteste előtti napokon a karácsonyi koncert, és visszatér a Bazilikába, és még mindig Pad Zoltán, tehát nem sikerült köszöntened karmesterként a Bazilikát, de hát ennek is eljön az ideje nyilvánvaló. És ugye három kórus, az Ars Oratoria, az Ars Musica és a Primavera fog fellépni, és Corelli természetes, illetve Bach a repertoáron. Corellinek a karácsonyi koncerto grosszója valahogyan ezt a karácsonyi pasztorális hangulatot annyira pontosan és őszintén tudta megfogalmazni, hogy azt gondolom, hogy ismét csak ahogyan a Mozart Requiem esetében itt az idő, hogy ismét elővegyük. Carl Philipp Emanuel Bachnak a Magnificatja pedig azért nagyon izgalmas, mert ő a nagy Bachnak, Johann Sebastian Bachnak a fiaként elképesztő adottságokat örökölt, és ugyanakkor intenzíven a korszellemben élve egy gyökeresen más zenei nyelven fogalmazott. Játszottunk tőle az elmúlt évadban is, Kárász András Péter, a cselló szólamvezetőnk játszotta az ő álmol cselló versenyét a Somorjai bérletben, és borzasztóan izgalmas volt ezzel a zenei anyaggal dolgozni, és örömmel mutatjuk meg karácsonykor is a közönségünknek. És örömmel várjuk. Ugyanakkor egy kicsit kell, hogy szó essék a zenekarról is. Voltak-e szervezeti változások olyan, amit fontos megemlítenünk, hiszen azért nyilván tudjuk, hogy a általában vannak. Így a szezon elején. A közönségünk felé, amivel praktikusan ők találkozni fognak, az, hogy a bár tematikájukban, arculatukban, struktúrájukban megtartottuk a korábbi bérletes sorozatainkat. Ezeket most pusztán hangversenysorozatként hirdettük meg. A jegy értékesítés az mindig az adott alkalomra szól majd. Azt tapasztalhattuk, hogy miközben szinte minden koncertünk teltházas volt az előző évadban, a bérletvásárlást felváltotta az vagy aznapi, vagy a koncert előtt néhány nappal történő jegyvásárlás. És jellemzően a bérletes közönségünk jött el, csak más formában, erre igyekszünk reagálni. Emellett, ami személyi ügyileg azt gondolom, hogy fontos a közönségünknek, igyekszünk a zenekari muzsikusokat is minél inkább személyükben, arcukkal együtt bemutatni, úgyhogy szeretném megemlíteni azt, hogy egy fontos és hosszú keresési folyamatnak a végén két nagyszerű állandó koncertmesterünk lett, Bújtor Balázs és Ilosfai Csenge szerződtek a zenekarunkhoz tavasszal, most már mind a kettejükkel több alkalommal dolgoztunk, két nagyszerű hegedűsről van szó, két teljesen eltérő, nagyon értékes személyiségről. Úgyhogy azt gondolom, hogyha szerkezeti változásokról beszélünk, akkor az ő személyüknek az érkezése az mindenképpen egy nagyon örömteli
dolog. Jó, tehát egy olyan évad elé nézünk, és nyilván ez majd folytatódik a következő esztendő januárjától, ami sok-sok meglepetést és remek fajsúlyos koncerteket tartogat számunkra. És hát így kerek a világ, mondom én. És hát bízunk benne, mert én nagyon bízom benne, hogy függetlenül attól, hogy nehéz a helyzet, a legtöbb koncertet meg lehet tartani, mert hogy azt hiszem, hogy Székesfehérvár immár a zene városa is, ezt mondhatjuk bátran. Dobszai Péternek köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm figyelmüket, és ne feledjék, kezdődik a hangverseny sorozat, az Alba Régia Szimfonikus Hangverseny bérlet sorozata. Legyenek ott velünk. Köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.